optimizmus. Monetáris politikai ülésén nem módosította az alapkamatot a jegybank. A kormányzó szerint a júniusi infláció szintje 4% alá csökkenhet. Felzárkózás. Jó értelemben véve nyugatiaskodik Kolozsvár. Elsőjétől bankkártyával is lehet fizetni a tömegközlekedési eszközök egy részén. Leporolják. Elkezdődött a Marosvásárhelyi Kultúrpalota több mint 100 éves Rieger orgonájának restaurálása. Közel 4500 100 évvel ezelőtt készült sípot vizsgálnak át. Köszöntöm Önöket a híradóban! Nem módosította a Román Nemzeti Bank az alapkamatot, erről a jegybank kormányzója számolt be, aki szerint nem is lett volna ok a módosításra, hiszen a pénzpiaci mozgások azt mutatják, hogy a fogyasztói árindex is lefelé kúszik. A Román Nemzeti Bank igazgató tanácsa nem módosította a monetáris politikai ülésén az alapkamatot, amely továbbra is 2,5%-on marad. A BNR ugyanakkor a kereskedelmi bankok kötelező le- és valuta tartalékrátáján sem változtatott. A jegybank egyébként utoljára tavaly májusban emelte az alapkamatot, és azért kényszerült szigorítani a monetáris politikát, mert az infláció gyors emelkedésnek indult. Muguri Sărescu jegybanki kormányzó az igazgatótanácsi ülést követő sajtótájékoztatón kijelentette, idén májusban 4,1% volt az éves infláció. Kiemelte ugyanakkor azt is, hogy a kormánynak a költségvetést nagymértékben terhelő döntései, illetve a nagyarányú import óriási terhet ró a fogyasztói árindexre. A jegybank azonban megteszi az óvó intézkedéseket. Banca centrală își face datoria în România și nu vom avea inflație galopantă, cât uși de puțin. A jegybank végzi a feladatát, Romániában semmiképp nem lesz gyorsuló infláció. Amint tapasztalhatják, mi 0,5%-ról, illetve 0,1%-ról beszélünk. Eddig legtöbb 1%-kal emelkedett az általunk megszabott határ fölé. Most pedig, ha mondok valamit, és nem az érzékeimre alapozok, hanem a pénzpiacokról származó adatokra hivatkozok, megtörténhet, hogy egy hét múlva kellemes meglepetésben lesz részük, és a júniusi infláció szintje 4% alá csökken. A Román Nemzeti Bank becslése szerint egyébként a fogyasztói árindex növekedés 3% lesz 2019-ben, a jövő évre pedig 3,1%-os inflációval számolnak. A legmagasabb szinten képviseltette magát Románia az Egyesült Államok nemzeti ünnepe alkalmából az amerikai nagykövetségen adott fogadáson. Jelen volt Klaus Ioannis államelnök és Viorica Dăncilă kormányfő is. A találkozó a két ország kölcsönös válveregetéséről szólt. Az Amerikai Egyesült Államok nevében gratulált Romániának az Európai Unió tanácsának élén betöltött sikeres elnöki mandátumához Hans Klem, az USA romániai nagykövete, a függetlenség napja tiszteletére szervezett bukaresti fogadáson. Hans Klem Románia NATO-n belüli szerepéről is beszélt, kiemelve, hogy erős stratégiai partnerség van az Amerikai Egyesült Államok és Románia között. Amerika gratulál Romániának az Európai Unió tanácsa 4 napja véget ér. Sikeres soros elnöki mandátumáért. Washingtoni és brüsszeli kollégáim nevében is megköszönjük a munkát a román elnökségnek. Klaus Iohannis elnök és Románia kormánya a miniszterelnök asszony vezetésével, illetve a szoros és hatékony együttműködést a közös érdeket képviselő kérdésekben. A fogadáson díszbeszédet mondott Klaus Ioannis államfő is, aki a stratégiai partnerséget méltatta az Egyesült Államokkal. Románia stratégiai prioritása egy erős transzatlanti kapcsolat. Ez a legerősebb garancia arra, hogy sikeresen kezeljük a jövő kihívásait és pozitív módon befolyásoljuk a globális fejlődést. A sikeresen végigvitt uniós soros elnökség egyúttal a kölcsönös tiszteleten alapuló transzatlanti kapcsolat megerősítését is jelentette. A közös értékek előtérbe helyezését az Európai Unió és partnere az Egyesült Államok megrendíthetetlen kapcsolatában. A fogadás keretében a holdraszállás 50. évfordulóját is ünnepelték. Az esemény díszvendége volt Dumitru Prunariu űrhajós és Anna Fischer, a NASA első női asztronautáinak egyike.
Újabb fejezetet nyitott a Maros megyei RMDS, illetve a városi szervezet közötti konfliktus. A szövetség megyei szervezetének területi képviselők tanácsa úgy döntött, hogy felfüggeszti a városi ügyvezető elnökségnek és a választmánynak a működését. Egy bizottságot is létrehoznak, amely megvizsgálja a Marosvásárhelyi RMDS eddigi tevékenységét. Ezek a felvételek június 21-én készültek. Akkor ülésezett a Maros megyei RMDS területi állandó tanácsa, amelyen a Szövetség Marosvásárhelyi szervezetében kialakult feszültségek feloldásáról tárgyaltak. Az ülés végén Vas Levente bejelentette, hogy közös megegyezés alapján lemond a városi szervezet elnöki tisztségéről. A tárt ülését a területi képviselők tanácsának ülése követte, amelyen arról született döntés, hogy Péter Ferenc megyei RMDS elnök feladata lesz létrehozni egy bizottságot, amely átvilágítja, hogy mi nem működött kellőképpen a városi szervezetben. Az ügyvívő bizottságnak a feladata az, hogy a következő időszakban, legkésőbb szeptember végéig egy javaslatot terjesszen elő a Maros megyei RMDS-nek arra a politikai tevékenységre és működésére a Marosvásárhelyi szervezetet illetően. A testület működésének időtartamára a Marosvásárhelyi RMDS összes döntéshozó és végrehajtó testületének a működése fel van függesztve. Ez azt jelenti, hogy mind a választmány, mind a városi ügyvezető elnökség működését felfüggesztették, csak a városi körzetek folytatják a tevékenységüket. Ezek, valamint a Városi Tanács RMDS frakciójának a tevékenységét az elkövetkező időszakban a megyei elnökség, illetve ügyvezető elnökség koordinálja. 90 napon belül pedig, ami alatt a bizottság átvilágítja a tevékenységét, és megnézzük, hogy esetleg hol lehet pozitív változást eredményezni, jön ezzel a javaslattal, amit újból egy területi képviselők tanácsa kell, hogy elfogadjon, egy átszervezésre, vagy pedig olyan módosításokra, ami segíti a Marosvásárhelyi RMDS tevékenységét. A Marosvásárhelyi szervezetben azt követően kezdtek elszabadulni az indulatok, hogy két városi önkormányzati képviselő lemondott tisztségéről, mert úgy ítélték meg, hogy a helyi tanács RMDS frakciója túlságosan kiszolgálja a jelenlegi városvezetés érdekeit. További két tanácsos jelölt pedig bejelentette, hogy nem hajlandó vállalni a megüresedett tisztséget. Elsőjétől bankkártyával is lehet fizetni a kolozsvári tömegközlekedési eszközökön. 50 buszra, trolibuszra és villamosra szerelték fel a kártyaolvasókat, de augusztusig a közszállítási vállalat teljes gépparkját modernizálják. Egy lépéssel ismét közelebb került a nyugati városokhoz Kolozsvár. A Kincses Város közszállítási vállalatának buszain júliustól ugyanis Visa és Mastercard érintés nélküli úgynevezett kontaktless kártyával is lehet majd fizetni a jegyekért. Első körben 50 tömegközlekedési eszközön tesztelik a kártyaolvasókat, de várhatóan augusztusig a teljes járműflottáját felszerelik az eszközökkel. Azért tartottuk fontosnak, és azért is vezettük be először a Metropolis övezetben forgalomban levő tömegközlekedési eszközökre, hiszen itt a legkevesebb a jegyautomata, és a legkisebb a lehetőség arra, hogy kényelmes körülmények között autóbuszjegyeket tudjanak vásárolni a felhasználók. A legtöbb megállóban még sorban állnak az utasok a jegyes bódé előtt. Azoknak azonban, akik bankkártyával szeretnének jegyet váltani, jegyautomata áll a rendelkezésükre. Szerintem nagyon fontos lenne a mai világban, hiszen rengeteg ember inkább bankkártyával fizet, és kevésbé hord magával készpénzt, és ezért sokkal kézenfekvőbb lenne bankkártyával fizetni. Szóval szerintem egy jó lehetőség lenne. A jegyautomatáknál bankkártyával is fizethetünk, azonban ha nem kezdjük el időben a folyamatot, lekéshetjük a buszt. A járművekre szerelt terminálokkal épp ezt kerülnék el. Szerintem hasznos lenne, mert amikor épp futsz a buszra, nincs idő jegyet venni, és épp hogy a buszon egyet, csak így csippantod a kártyádra, és megvan véve a jegy, szerintem sokkal egyszerűbb lenne. A rövidebb buszokon két olvasó lesz, a csuklós buszokon három. A kártyaolvasó terminálok bármely, akár külföldi bank által kibocsátott Visa vagy Mastercard kártyákat elfogadnak, fizetni pedig mindössze a kártyaterminálhoz való hozzáérintésével lehet.
Jelentősen erősödött az erdélyi turizmus a téli idényben. Az Erdéstat által készített kimutatásból kiderül, hogy a tavaly novembertől idén áprilisig tartó turisztikai idényben 9,2%-kal több turista érkezett, mint az egy évvel korábbi időszakban. A hivatalosan bejegyzett turisztikai fogadóegységek közel 2.426.000 turista érkezést jegyeztek Erdélyben. A vendégészakák száma ebben a periódusban közel 5 millióra emelkedett, ami 10,1%-kal több, mint az előző turisztikai idényben. Egy turista átlagosan 2 napot töltött el egy erdélyi szálláshelyen a téli időszakban. Országos bontásban Erdély a romániai turistaérkezések és vendégészakák közel felét adta. Brassum megye nem csak Erdélyben, hanem országosan is az első helyen van a rangsorban, de Kolozs, Maros és Bihar megye is kiválóan teljesített a téli turizmusban. A többségében magyarok által lakott székelyföldi megyékben is növekedést mutat a turizmus. Közel 49 ezer turista érkezést Kovászna, csaknem 91 ezeret Hargita megyében jegyeztek. Ezzel Székelyföld a teljes erdélyi turista érkezések 5,7%-át és a vendégészakák 7,5%-át adta, ami enyhe növekedést jelent az előző évekhez mérve. Elkezdődött a Marosvásárhelyi Kultúrpalota több mint 100 éves Rieger orgonájának restaurálása. A 3 manuálos orgona egyik különlegessége, hogy a 63 sípsor mind a 4463 sípja eredeti, azaz 100 éve készültek, és a hangszer átadása óta szinte folyamatosan működött. A felújítás várhatóan jövő év elején ér véget. Azt követően hosszú idő után először teljesen működőképes lesz. Így néz ki a kultúrpalota nagy terme néhány nappal azt követően, hogy a 100 hermányi orgona készítők megkezdték a Rieger orgona restaurálását. A színpadon a legnagyobb sípok vannak elhelyezve, de körben a karzaton kisebb-nagyobb sípokat látni szerte szét. Magyar Árpád orgona készítő mester segít megkülönböztetni a kívülálló számára hasonló darabokat. Itt van egy rézlemez, például ez a síp ez egy vonos hangszert utánoz. Ez meg megint egy fuvola. És különbözik a karakterük. Az orgonának egyébként mind a 4463 sípja eredeti. Átadása óta a hangszer szinte folyamatosan működött. A mester az orgona belsejébe is elvezeti stábunkat. Itt láthatjuk, miért is van égető szükség a felújításra. Mindent belepett a por, így nem meglepő, hogy a hangszer már nem működik tökéletesen. Ez egy elektropneumatikus orgona, ami azt jelenti, hogy lent a játszóasztalnál a vezérlés az elektromosan történik egészben az orgonáig, és utána onnan a relék továbbadják az impulzust pneumatikusan. És ezek a pneumatikus membránok, ezek majdnem minden síp alatt felemelnek egy kis konikus szelepet, és úgy jut levegő a síphoz. A restaurálás kezdeti szakaszát a nyári szünetre időzítették, amikor nincs előadás a nagy teremben. A látogatók azonban továbbra is megcsodálhatják a magyar szecesszió marosvásárhelyi remek művét. Továbbra is látogatható lesz a nagyterem, különösebben érdekes pedig az, hogy azért láthatják a turisták is az orgonának a darabjait, amit ugye nem gyakran lehet látni. Egyébként a 80-as években volt utoljára részlegesen restaurálva az orgona, azóta folyamatosan használatban volt, működött, nem teljesen ugyan, ezért már nagyon fontos ez a mostani restaurálás, amely szintén egy részleges munkálat. A kultúrpalota orgonájának felújítása egy nagyobb Európai Uniós projekt keretében valósul meg, melynek összértéke 6,5 millió lej, ebből 6 millió lej vissza nem térítendő támogatás. Erdély egyik legrégebbi zenei fesztiválja, a Csíkszeredai Régi Zenefesztivál kezdődik vasárnap, és folytatódik a jövő hét végéig. A fesztivállal egy időben rendezik meg a 12. Régi Zenei Nyári Egyetemet is. A Csíkszeredai Régi Zene Fesztivál 1979-ben indult útjára, amikor Kájoni János erdélyi polihisztor zenegyűjtő születésének 350. évfordulóján emlékversenyt szervezett a Borozda Együttes. Ebből nőtte ki magát a fesztivál, amelyet azóta a kommunista hatalom betiltása miatt néhány éves kihagyással minden évben megszerveznek. Rádúj Robert Kálmán polgármester szerint a siker titka az a mély összefonódás, amely Kájoni révén Csíkszeredát elhelyezte a világ régi zene térképén.
Emiatt született újjá 1990-ben néhány év szünet után a fesztivál. Az újjászületés az nem csak azt jelentette, hogy a 86-os betiltás követően egyfajta daszból, amikor lehetett, akkor ismét megcsinálták, ismét tető alá hozták az akkori szervezők, hanem ez egy sokkal mélyebb közönség, előadó művészek, szervezők együttes világa volt és maradt. Az idei fesztivál jelmondata, aki énekel, kétszer imádkozik, a mottóul szolgáló idézet Kájoni János 17. századi ferences rendi szerzetestől származik. A régi zenefesztivál ugyanis szerves része a Johannes Kájoni 390 emlékév rendezvény sorozatnak. Az idén a fesztiválnak a fő mottója, vagy a fő üzenete, hogy emlékezzünk Kájoni Jánosra, ismerjük meg a munkásságát, és a programkínálatban is számos olyan mű jelenik meg, vagy olyan zenekar, amelyek játsszák a Kájoni által gyűjtött dallamokat, vagy párhuzamot vonnak európai, erdélyi a dallamvilág között. A koncertek mellett számos kísérő rendezvényre is sor kerül, így július 13-án szombaton reneszánsz emléknapokat tartanak a Mikóvárban, ahol kézműves foglalkozások mellett reneszánsz játékokat is kipróbálhat a legifjabb nemzedék. Hét magyar társulat 9 előadását hívták meg a Bukarestben októberben megrendezett országos színházi fesztiválra. A romániai magyar nyelvű színjátszás színvonalát és presztízsét jelzi, hogy összesen 41 előadást válogattak be a programba, ebből 9-et adnak elő magyar nyelven. Meghívott előadások a temesvári Csíki Gergely Állami Magyar Színház 4. Henrik című produkciója, a szatmárnémeti Harag György Társulat Semmit se bánok, a székelyudvarhelyi Tomcsa Sándor Színház, a Mi Kisvárosunk, a kolozsvári Állami Magyar Színház, a velencei Kalmár, László Mennyinász és Jónás, a marosvásárhelyi Tompa Miklós Társulat, a Lovakat lelövik ugye, aztán a marosvásárhelyi Művészeti Egyetem és a Sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház koprodukciójában a Szem, vagy felkészülés a családi életre, valamint a Gyergyószentmiklósi Figura Stúdió Színház 3 nővér című előadásai. Beindult a vibrálás a marosvásárhelyi Marosparton. A Vibe Fesztivál helyszínén tegnap már megtartották az első koncerteket, a fellépők azonban ezekben a percekben is hangolnak, kezdődik a második koncertnap. Tegnap délután még hátizsákos fesztiválozók sétálgattak a Marosparton, feltérképezték a harmadik Vibe Fesztivál buli helyszínét. Amire nagy szükség van, hisz minden évben újdonságok fogadják az ide látogatókat, a különböző hangulatos helyszínektől kezdve egészen a színes koncertkínálatig. A Vibe szólhat a kikapcsolódásról, szakmai beszélgetésekről, a divatról, a finom ételekről, a lazításról, a szerelemről. És természetesen a jó koncertek sem maradhatnak el, hiszen a felhozatal idén igencsak színvonalasra sikerült. Ma este a Vibe Fesztiválon fellép a Punani Massif, ami az egyik kedvencünk, illetve ma velünk lesz Lost Frequencies is, a Vibe-nak a legnagyobb sztárja. Hétvégén pedig a Vibe Koliba velünk lesz két olyan influencer, akit sok millióan követnek, az egyik Dezső Bence, ő Erdélyből indult, és velünk lesz Tibi atya is, hát azt hiszem, hogy nem kell bemutatnom. Szombaton este lesz még Aleph Farben koncert, ami egy nagy nemzetközi név, itt lesz még Velhello, akinek már bérlete van a fesztiválra. Az idei fesztivál zenei kínálata valóban színvonalas. A fesztiválozók többsége magyar középiskolás vagy egyetemista, de olyannal is találkoztunk, aki az országhatár túloldaláról érkezett, hogy élőben láthassa kedvencét. Nemrégben voltunk egy koncerten, egyik zenekar nagyon megtetszett nekünk, és láttuk, hogy ide el fognak utazni ők is, a Frank Palermo nevű zenekarról van szó, és láttuk, itt lesz a fesztiválon, megnéztük, hogy nagyon kedvezően lehet ide eljutni. Igaz, Magyarországról érkeztünk, így az utazás az kicsit nehézkes volt, Debrecenből jöttünk, de ide értünk sikeresen, és nagyon jól érezzük magunkat. Nagyon jó a kezdő fesztiválozóknak is, meg itt mindent megtalálunk, rappet, technót, egyéb műfajokat. A fesztivál vasárnap estig tart a Marosparton, de nem csak a bulizáson van a hangsúly. A koncertek előtt például techból asztal mellett melegíthetnek a fesztiválozók. Ma is beszámolunk a multisport EB-ről, sporthírek következnek.
A négyes döntőbe szeretnének jutni a Bajnokok Ligájában, jelentette ki Görbe Walter, a csíkszeredai teremlabdarúgó klub tulajdonosa, aki szerint senki nem hitte már azt sem, hogy a csapat a bajnok lehet. A klub nevet is vált, hiszen az UEFA nem engedi meg, hogy a klub a kereskedelmi társaság szponzor nevét viselje, így Imperial vett helyett Futsal Klub Csíkszereda néven fog szerepelni. Ha ez sikerül, Csíkszereda lesz az első olyan csapat, amely a selejtező körből indulva jut el a legjobb négy közé. A Nyonban elvégzett sorsolás szerint a selejtezőkör viszonylag könnyűnek tűnik. Itt az AEK Athén, a svájci Futsal Minerva és az ír Blue Magic Dublin lesznek az ellenfelek. Az augusztus végi athéni tornáról csak a csoportgyőztes jut tovább. Sokkal nehezebb lesz az alapkör, ahol a cseh bajnok Sparta Prága, a lengyel Bielsko Biala és egy másik selejtezőkör győztese valószínűleg a máltai Luxor St. Andrews következik. A csoportot októberben Prágában rendezik, és szintén csak a győztes kvalifikál, és akkor még nem beszéltünk az elitkörről, ahol Európa legjava lesz jelen, és az utóbb kisorsolandó négyesekből szintén csak a legjobb jut a négyes döntőbe. A marosvásárhelyi Vikentelepen alakították ki a Multisport Európa Bajnokság keretében megrendezett úszásból és futásból álló akvatlon Európa Bajnokság versenypályáját. Az ideális időben megrendezett versenyen igen népes mezőny állt rajthoz. Dudaszóra ugrottak a vízbe az akvatlon Európa Bajnokság résztvevői a marosvásárhelyi Vikentelep csónakázó tavában. Ebben egyébként hétköznapon tilos az úszás, a versenyre azonban kivételt tettek. Nem csak az amatőröknél volt népes a mezőny, ezúttal az elit kategóriában is sokan indultak, nagy volt a helyezkedés a táv elején. Amikor a vízből kijöttek és megkezdődött a futás, már kialakult némi különbség a versenyzők között, de még nem volt lejárva a verseny, hiszen a fürdőtelep sétányain kialakított pálya 5 kilométerén még voltak előzések. A férfiaknál végül szerb arany született Ognjen Stojanovic révén. Hazudnék, ha azt mondanám, hogy vártam a győzelmet, de a célom a dobogó volt. Már több éve hajszolom az érmet az európai és világbajnokságokon. 2012-ben bronzérmet szereztem a VB-n. Azóta azonban nem voltak olyan jó eredményeim akvatlonban, úgyhogy most nagyon boldog vagyok ezzel a győzelemmel. A női verseny is izgalmasan és szorosan alakult. Csupán néhány másodperc különbséggel értek célba a legjobbak. Noha még mindig ifjúsági korosztályú, az olasz Bianca Seregni valamennyi versenytársa, tehát a felnőtt mezőny előtt is érkezett célba. Nagyon kemény verseny volt. Az úszásom nem sikerült a legjobban, de így is elsőként kezdtem meg a futást, úgyhogy elégedett lehettem. A futás nehéz volt, de megpróbáltam minél gyorsabban teljesíteni, és a végére sikerült, úgyhogy boldog vagyok. A Multisport Európa Bajnokság szombaton Erdőszentgyörgyön és a Böződi tónál folytatódik és egyben fejeződik be. Itt rendezik a középtávú triatlon Európa Bajnokságot, valamint az úszásból és kerékpározásból álló Aquabike EB-t. A híradót látták, kollégáim nevében is köszönöm a figyelmet, viszontlátásra! Műsorunk elérhető az interneten, YouTube-on és Facebookon.